Ma jelenti be az Európai Bizottság új elnöke Ursula von der Leyen, hogy kinek milyen feladatot szán a november elején hivatalba lépő testületben a magyar biztosi jelölt Trócsányi László. Az Alapjogokért Központ igazgatója az M1-en arról beszélt, hogy a volt igazságügyi miniszter kiváló jelölt, a bevándorláspárti erők azonban politikai támadást indítottak ellene. Mindvégig titok övezte, hogy az Európai Bizottság elnöke kiket jelöl majd biztosoknak. Arról is csak pletykák láttak napvilágot, hogy a testület tagjai milyen területért lesznek felelősek. A választás során nem csak Európa jelenéről, de a jövő generációkról és minden tagállam nemzetének sorsáról is döntünk. A magyar kormány és a kormánypártok a jelölési folyamat során végig Trócsányi László mögött álltak. Ezért is vezette a korábbi igazságügyi minisztere a Fidesz-KDNP európai parlamenti listáját. A voksolás végül a Fidesz és a KDNP nagyarányú győzelmét hozta. Ursula von der Leyen hétfőn tette közzé a leendő bizottsági tagok név sorát, köztük Trócsányi Lászlóét is. A biztos jelöltek, miután feladatkörükre is fény derült, továbbra sem dőlhetnek hátra, hiszen megkezdődik a meghallgatásuk az Európai Parlamentben. Papíron ugye a szakmai felkészültségükről és rátermettségükről kellene véleményt mondani, de hát nem kell illúzió ahhoz, ne legyenek illúzióink, hogy ez egy politikai meghallgatás lesz, és azt is lehet tudni, hogy a parlament már melegít, a baloldal szeretné kicsit gyengíteni a jobboldali jelölteket és fordítva, tehát ami még előttünk van, ez egy nagyon komoly és feszültségekkel teli időszak. Kiválóan alkalmas jelölt. Trócsányi Lászlónak tudományos, szakmai és politikai életútja, egykori alkotmánybírói, nagyköveti és miniszteri pozíciói alapján megkérdőjelezhetetlen helye van a bizottságban, mondta Szántó Miklós az M1-en. Az Alapjogokért Központ igazgatója hozzátette, az ellene indított politikai támadások oka Magyarország elmúlt években folytatott szuverenitást védő politikája. Ezért akarnak bosszút állni a bevándorláspárti erők, ezzel azonban komoly károkat okozhatnak az uniónak. Ha elkezdik furkálni az egyes biztosjelöltek, ez az csak destabilitást és összevisszaságot fog hozni, akár kitolódhat a november 1-je utánra is az új bizottság hivatalba lépése, ami befolyással lenne a Brexit folyamatra például, tehát senkinek nem lenne jó szerintem, hogyha itt elkezdenék keverni a dolgokat a balliberális erők az Európai Parlamentben. Szántó Miklós szerint az Európai Parlamentnek és a bizottságnak inkább egymás munkáját kell segíteni, el kell fogadniuk azt, hogy a tagállamok ezeket a jelölteket delegálták. Így Ursula von der Leyennek esélye nyílhat arra, hogy szakítson elődje Jean-Claude Juncker politikájával, és az Európai Bizottság ne politikai testületként működjön, hanem az unió szerződések őre legyen.